Tavasszal furcsa kép fogadta az embert az utcákon, rengetegen várakoztak a patikák előtt is. Az első hullámhoz képest milyen mértékben változott a gyógyszertár forgalma? Éjszaknak megfelelő a forgalom, a tavaszi kiugrás egyelőre nem ismétlődött meg, ez az időszak amúgy is kedvez a megfázásnak. Amit jobban keresnek mostanában, immunrendszer erősítő, támogató készítményeket, azon belül is a C és a D-vitaminok és a cink, amik tényleg jó haszenünk és tényleg hasznosak, és ez bizonyított tény is most már, hogy a koronavírus elleni immunválasz kiváltásában ezeknek szerepe lehet. Most már gyakorlatilag nem tudunk olyan embert, akinek az ismerősi körében, vagy a barátai között, vagy valahol a rokonságban ne ütötte volna fel a fejét a vírus. Azt mondhatom, hogy a jó gyakorlat, a helyes gyakorlat megmaradt, hogy a szomszédok, rokonok segítik egymást. Tehát továbbra is jellemző, hogy segítjük egymást a gyógyszerkiváltásban, hogyha valaki bajba kerül, akkor a bevásárlásban. Ez egy nagyon fontos gyakorlat, amit a tavaszról sikerült átmenteni az őszre is. Patikában vagy gyógyszertárokban csak annyian tartózkodjanak, amennyi emberrel egyszerre foglalkozni tudnak. A lehető legkevesebb kontakt legyen még a gyógyszertárban is. Ez okoz majd kellemetlenséget, de hát jobb ötletünk egyelőre nincs. Mennyire készültek föl a gyógyszertárak és a gyógyszeripar egy az első hullámhoz hasonló rohamra? Én nagyon bízom benne, hogy országosan ismét bírnánk a romot. Tavasszal is azért szépen ugye rendeződött a helyzet, és volt utánpótlás. Van egy-két termék, amivel például akadozik. Ugye most az influenza oltás az, ami átkerült úgy orvosi hatáskörben, illetve még a tüdőgyulladás elleni oltóanyag, ami mostanában hiány. De folyamatosan érkezik, és folyamatosan tudják oltani az embereket. Rajtunk múlik nagyon sok minden a járvány kimenetelével kapcsolatban, úgyhogy fontos a felelős magatartás és az, hogy tünetek esetén tényleg otthon kell maradnunk.